Jó estét kívánok mindenkinek, az egybegyűlteknek és a távolból figyelőknek egyaránt. Ma esti vendégünk az újonnan induló Kurin György Csillagászati Szabad Egyetemen Szabó Sándor, a Meteornak a csillagfedési okkultációs és fogyatkozási rovatvezetője. Annak a Meteornak, ami idén 40 éves, ez itt majdnem a legelső szám, amit itt felmutatok, ezek is nagyon vékony kis valami, 16 oldal volt talán, két havonta jött, hozta a posta. Azt hiszem 700 példányban jelent meg még ez a szám, akkor még Varta Lajos szerkesztette, 70-es évek legelején. Itt pedig a 415. szám látható, borzasztó kimondani, ez a mostani januári szám, és pár nap múlva itt lesz a februári a kezünkben. Nem számoltam össze az összeoldal számot, de 15 ezer fölött van szerintem, 40 évből. Borzasztó gondol, belgondolni, hogy ezt be kéne egyszer szkennelni, ami folyamatban van. Az idei évfordulók közé tartozik még egy szép kerek 50-es szám, a 1961-es év, amikor Gagarin elvtárs először megkerülte a Földet, április 12-én. Hát ki lehet talán, hogy áprilisban mivel fog majd foglalkozni ez a sorozat, az űrhajózás lesz a fő téma, de azon belül lesz majd egy külön évfordulós előadás Szabados Lászlótól, nem a 61-es év űrhajózása, mert hát Gagarin mindent visz, hanem a 1961-es évnek a csillagászati érdekességei. Beleértve, és ez már a Sanyinak az asztala, az 1961. február nem tudom hányadikai teljes napfogyatkozás, ami Magyarországon nagyon, nagyon nagy fokú fogyatkozás volt, 90% fölötti, viszont Bulgáriából teljes volt, és oda ment az utolsó igazi tudományos magyar fogyatkozás expedíció. Hát erről is majd külön lesz szó, egészen érdekes részletekkel. Új év, új költségvetés, a Polaris bérleti díját 60%-kal felemelték. Az elmúlt hónap után rezsi és bérleti díj címszorat 160 ezer forintot kellett átutalnunk. Ennyibe kerül az, hogy itt összejöhetünk hetente, vagy akár naponta is a Polarisban, és mindezt a harmadik kerületi önkormányzatnak kell átutalni, aki eddig nem tudta volna, ez egy bérlemény. Emiatt is, meg egyébként is követni kellett a belépő díjakat, emeltük, hatalmas összegek, 500 forint felnőtteknek, 350 forint diákoknak, nyugdíjasoknak. Mindenkitől kérjük azt, hogy ha lehet, akkor lépjenek belénk. Az MCE tag ugyanis ingyenesen járhat ide, és nem csak a 6600 forintos tagdíjával, hanem a lelki támaszával is segíti a harcunkat a sötétség szellemeivel szemben. Ez alatt nem az önkormányzatot értem, mert nagyon jól megvagyunk. De hát közeledik 2012, nem sokáig fogunk már élni, mint tudjuk. Mikor is fogunk kihalni? December 24-én. Délben? Ebéd után lesz? Hát azért legalább ebédeljünk meg. Úgyhogy itt, aki nagyon úgy gondolja, hogy most már aztán vége, eltapsolja a vagyonát, ajánlom a figyelmükbe az MCE bankszámlaszámát, 629-00-177-167-00-448, oda lehet utalni a felesleges pénzeket. Korlátlan általában a befogadó képesség a bankszámlának, csak még nem sikerült tesztelni. Itt van az adózási szezon is, 1%. Aki gondolja, 99-et is ideadhatja. Adószámunk 19009162243. Ez majdnem olyan volt, mint a Szabad Európa hullámhossza, amely adó megszűnt, azt hiszem 93-ban. Na, most, hogy vége az előadásnak, köszönöm szépen a figyelmet, és átadom a szót szegény Sanyinak, aki teljesen el van nyomva, tisztára, mint a Fábri Show-ban. Én most elmegyek, mert egy idő vagyok. Jó. De figyeljük. Jó. Figyeljük. Teszteled az adást. Igen. Helyes. Szeretettel köszöntök mindenkit.
remélem sokan láttátok a napfogyatkozást, amit ugye elég régóta vártunk, hiszen az elmúlt években nem volt ilyen nagymértékű napfogyatkozás Magyarországon. A 99-es teljes napfogyatkozásra valószínűleg mindenki emlékszik, és mindenki látta. Hát ugye a kettő egy teljes napfogyatkozás és egy részleges, ugye összesen hasonlíthatatlan. Hát a következő teljes napfogyatkozásig, hogyha valaki a mai Magyarország területéről szeretné megnézni, az 2081-ben lesz. Hát, hogy akkoriban a határok hogyan fognak állni, azt még senki nem tudja. Az ott a Dráva vonalánál lesz a centrális vonal, és mondjuk a Balatontól délre, a Dél-Dunántúlon lehet majd megfigyelni. Az idei januári napfogyatkozás valamennyire tavaly januárba kezdődött. Ugye most a január és a június a fogyatkozásoknak a hónapja, akkor metszi a hold az ekliptikát. Tavaly januárban is volt egy kismértékű napfogyatkozás, néhány százalékos. Akkor is a köd akadályozta meg a megfigyelést az ország nagy területéről. Néhányan a Mátra csúcsai közül azt hiszem, hogy láttak, vagy a Bükkből. Hát idén is a ködre számíthattunk, és aki erre számított, annak be is jött az előrejelzése, úgyhogy magasabb helyekről lehetett megfigyelni. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy a Föld felszínén hol látszott ez a napfogyatkozás, ami csak részlegesként volt megfigyelhető, bárhol is volt az ember, ugyanis a centrális vonal, tehát a hold és a nap középpontjának a tengelye az a Föld felszíne fölött néhány száz kilométerre húzódott. Valahol ugye ott Grönland vagy a Skandináviától északra. Talán a nemzetközi űrállomás, hogyha lenne ilyen magasan, járna arra, akkor onnan lehet, hogy lehetett volna látni. Az ábrán azt látjuk, hogyha ezt a lila vonalat megfigyeli az ember, ami nagyon közel húzódik Magyarországhoz, ez volt ez a P1 jelzésű vonal, ahol napkeltekor kezdődik a napfogyatkozás. Tehát azt jelenti, hogy mi ebben a középső sávban voltunk benne, tehát az ország teljes területéről úgy kelt fel a nap, hogy még teljes volt, és utána egy kis idővel, hát a keleti ország részben mondjuk egy fél órával, nyugati részben mondjuk egy negyed órával később kezdődött a napfogyatkozás. Aki mondjuk Ausztriában volt, itt Linz környékén, ő azt látta, hogy amint fölkelt a nap a horizonton, akkor kezdődött a napfogyatkozás. Ez a vonal, ugye az angolokra vonatkozik, Angliára és mondjuk Franciaországra, őnáluk a maximális fázis idején kelt a nap. Aki pedig mondjuk ennél a sávnál volt, ő azt látta, hogy amikor kelt a nap, akkor lett vége a napfogyatkozásnak abban a pillanatban. Ezen az oldalon ugyanez, csak éppen fordítva. Ugye nekünk szerencsénk volt ezek szerint, a teljes napfogyatkozást végigkövethettük. Ezek a kék vonalak pedig azt jelzik, hogy hol milyen mértékű volt a napfogyatkozás. Ezen látszik az, hogy mondjuk aki itt állt, ugye ez a greatest eclipse, az azt jelenti, hogy ott volt a legnagyobb fogyatkozás, egy 88% körüli, de éppen a horizonton. Tehát ugye a maximum az a horizonton játszódott le. Itt van 80%, hát mi olyan 76-78%-os napfogyatkozást láthattunk, ami elég nagy mértékű. Mostanában nem volt ilyen nagy napfogyatkozás, azt hiszem 1999 óta. Hogyha délebre megyünk, akkor láthatjuk, hogy mondjuk Észak-Afrikából és Közel-Keletről lehetett még megfigyelni ezt a napfogyatkozást. Lesz majd úgyis egy olyan fénykép, amit egy francia illető készített innen Ománból, hogy a nemzetközi űrállomás is elhaladt a nap előtt pont a napfogyatkozás pillanatában. Ő azért utazott oda, hogy erről készítsen egy felvétel, de ezt majd akkor, hogyha odaérünk. Ha minden igaz, így lehet váltani. Nem? Igen. Hát kezdjük az időjárással, ez a időképről, vissza, időképről egy ábra, ugye a napfogyatkozás idején, mondjuk 8:30-kor. Ebből az látszik, hogy a köd terítette be az egész országot, az északi középhegységnek a hegycsúcsok azok kilógtak be, az mondjuk ezen nem látszik, illetve a nyugati ország részben. Kisalföld. Hát a Bakonynak a magasabb részei még kilógtak. Mi van ezzel? Hát teljes mértékben igazából Győr-Moson-Sopron megyéből,
és Vas megyéből lehetett látni, ott volt derült idő. A meccsekből próbálkoztak egy páran, a Bakonyban voltak fönn, illetve... illetve a Mátrában. Most éppen tovább akarok lépni. Nyilakkal. Ez az az ábra, amit hogyan kell akkor csinálnom? Hogy ezt lejátszok? Megnyitni, igaz? Így. Úgy duplán rákadt, és akkor... Ezen a képen ugye vizuálisan lehet látni a európai kontinens. Hát láthatjuk, hogy nagyon sok felé volt köd, illetve felhők. Ami az érdekesebb, ugye ahogyan kell a nap, ugye az legelső ábrán úgy is láttuk. Itt van a napkeltének a vonala, és közben a napfogyatkozásnak a sávja, ugye ahogyan elmegy a kontinens fölött, egy ilyen szürke sávot látunk, ahogy vonul jobbra. A maximum idején ugye itt kelt, tehát hogyha Angliára emlékszünk, akkor itt ezen a vonalon a maximum idején kelt a nap, tehát innen látunk egy sötét sávot belopakodni, ami így vonul kelet felé. Nem tudom, látható internetes közvetítésben ez látszik, van-e elég kontrasztja ennek a képnek. Ugye negyed óránként vannak a képek, azért egy kicsit ugrándozik. Nagyon, ugye mivel január van, természetesen ugye az északi sarkörön túl még sötét van, és mivel ugye azt mondtuk, hogy a kontinens fölött néhány száz kilométerrel volt a centrális árnyék, ami igazából ugye egy gyűrűs fogyatkozásról van szó, azt elfelejtettem az elején mondani, hogy ha elérte volna a föld felszínt a fogyatkozás, akkor sem lehetett volna teljes napfogyatkozást látni, mert a hold az egy kicsit kisebb volt a napnál, ugye most éppen januárban vagy december végén ugye a Föld az nap közelben van, tehát a nap elég nagy méretű, a hold az pedig kisebb volt nála, tehát egy gyűrűs napfogyatkozás látszott volna. Viszont, ugye mivel január van, nagyon alacsonyan volt a nap, hát nálunk is ilyen a maximum idején 15-16 fok magasan volt a nap, tehát nagyon laposan érkezett a fény, azért is láttunk ilyen nagy mértékű napfogyatkozást. A sötétedés mértéke elég nagy volt, és ezt nagyon szépen lehet látni ezen a sorozat felvételen, ahogyan vonul. Akkor folytatjuk az előzőről. Nem? Igen, lépünk egyet, és a teljes képernyő a... középen. Igen. Ugye 9 óra 25-27 perckor volt a totalitás. Ezen a képen az látszik. Ez az előző felvételnek megint továbbugrott. Igen. Az előző felvételnek a kinagyított változata ugye Magyarországról. Egyrészt azt látjuk, hogy a köd az tényleg szinte mindent beterített. Ami kilóg, az a Bakony. Említettük a nyugati határszél, illetve mondjuk a Börzsöny, a Mátra, a Bükk, aminek ugye fogunk látni onnan felvételeket, hát a ködnek a határa tényleg nyaldosta a legmagasabb csúcsokat, illetve a Pilisbe, akik fölmentek, azonnak volt szerencséjük néha, hogy kibukkant a nap a ködön keresztül. Ugye ezen még az a furcsa, hogy ahogyan fölkelt a nap, hogy az ember azt mondja, egyre fényesebb lesz a kép, és közben, ahogy lépegetünk előre, 9 óra 30-kor a maximum idején lehet látni, hogy mennyivel sötétebb az egész felszín. Ezt érezni is lehetett, tehát ugye azért az a 80%-os. És ez pedig ugye, amikor már napfogyatkozásnak vége volt, akkor magas napállásnál nagyon szépen lehet látni a felhőzetet, illetve a ködöt. Most nekem gondom lesz, mert a képeknek a nézhetjük így? Ugye innen fogom tudni, hogy ki készítette a képet. Sánta Gábornak a
képét látjuk először. Ő a piszkés tetőn volt fönn egy nagyobb csapattal, akik nézték ugye a Quadrantida Maximumot még az előző éjszaka. Meteorok hullottak, illetve reggel miután fölkeltek, a napfogyatkozást figyelték meg, és egy 102x500-as kis távcsővel készített Skywatcher távcsővel néhány fényképet. Ahogy itt ugye látjuk, ahogy még a ködnek a vonulata látszik, illetve ezen is megfigyelhető volt egy nagy monopolár, egy hatalmas nagy napfolt, itt pedig egy kisebb napfoltcsoport. Ezeket lehetett megfigyelni, amint a hold elfedte. Ismét Sánta Gábornak a fényképe, hogy egyre nagyobb lesz a napfogyatkozás. Itt megállunk. Látjuk egy román amatőr csillagásznak a felvétele, illetve két kép. Ő készítette, hát a nevét nem merem kimondani, nem tudom a román helyesírást. Ott látszik, egy repülőgép elment a nap előtt, nagyon szép felvétel. Itt pedig a... Ismét Sánta Gabi fényképe, ahogy a hold vonul a nap elé, most már majdnem elfedte azt a nagy napfoltot, és ez pedig a maximális fázis. A maximum alatt napfoltot nem láttunk a napon, tehát pont azt a részt akarta ki, és napnak az északi felét fedte el a hold, és egy ilyen baljósnak mondott, ugye a mi történelmi hagyományainkból, ugye a török időből származó ilyen... A fényes polka. Igen. Arra emlékeztetett. Ez egy nem túl jól sikerült saját felvételem a PST-n keresztül. Volt néhány protuberancia napnak a szélén, lesz erről majd egy jobb fénykép a Kustor kollégától. Kocsis Anti fényképe, egy 80x1002-es Zeiss refraktoron keresztül, és ennek egy krómozott üvegszűrője volt. Ő a, hát valahol Balatonnak a keleti medencéje körül lehetett, Tési fennsíkon, onnan készítette a felvételt. Mindenki megismeri Tuboly Vincét, amint elkapja a kivetített napot. Hegyhátsálom, 72x500-as távcsővel készült a fénykép. Piszkés tetői obszervatórium egyik távcső mellett, ez mondom az 50 cm-es távcső mellett gyülekezik a csoport. A kupolára vetül egy elég nagyméretű fenyőfának a képe, és szépen lehet látni az árnyékokból, hogy ilyen kis sarló alakúak, fején álló sarló, ugye a fenyőfa ágai között átvetül a napfény, egy lyukkameraként viselkedik, és ezt meg lehet látni, sőt még a havon is lehet látni ilyen furcsa fejjel lefelé álló sarlókat. Hát ezt is a piszkés tetőről készítették, talán a Sánta Gábor küldte. Hát a köttengere így akadályozta a megfigyelést az ország nagy részén. Eléggé magasan volt a köd, olyan 800 méteren. Ladányi Tamás felvétele a Bakonyból. Egy ilyen hangulatkép, ahogy a ködön átszűrődik a napfénye. Többen voltak egyébként, akiknek úgy sikerült megfigyelni, főleg a Pilisben, hogy ködön keresztül látták. Nagyon sok szűrőre nem volt szükség, tehát a szűrőket le lehetett venni a távcsövekről, és a ködön keresztül figyelték meg a napot, a napfogyatkozást. Az említett fénykép egy francia amatőr csillagásznak a képe Ománból készült. Ott ugye nem volt olyan nagymértékű a napfogyatkozás, olyan 20% körül lehetett, és ugye itt láthatjuk a nemzetközi űrállomást, ahogyan éppen átvonult a fogyatkozó nap előtt. Ugye azt tudni kell az ilyen képekről, hogy a nap az kevesebb, mint egy másodperc, vagy egy másodperc körül időtartam alatt teszi meg ezt a fél fokot, amíg elmegy a nap előtt. Tehát ezeket a képeket úgy készítik, hogy ilyen sorozat felvételre van állítva a fényképezőgép, mondjuk másodpercenként csinál 5 képet, 4-5 képet, és akkor
előrejelzett időpont, ami a Heaven's Above-on van fönn, hogy merre van ez a sáv, meg lehet találni, kiszámítani, és akkor előtte egy pár másodperccel elkezdenek vadul exponálni, és akkor talán megnéz az ember, hogy valamelyik képen hova került rá éppen az űrállomás. Nem olyan könnyű, tehát úgy ne gondolja senki, hogy nézi a távcsőbe, és akkor, amikor odaért, akkor gyorsan exponál egyet, mert addigra elszalad. Éder Iván barátunknak a felvételei következnek. Hol voltatok? Gajatetőn, a szálloda mellett, ugye ott szembe lehet látni a kékestetői adótornyot, és hát a köd tengert alul, a napot fölül, a nap egy kicsit túl van exponálva, de a tükröződésben lehet látni, hogy éppen fogyatkozik a nap. Erre gondolok itt fönn. Majd az Iván össze fog állítani egy ilyen sorozatot, amin szépen a milyen kép lesz az intenzitásokat összeadogatja. HDR. Igen. Napkivetítés kezdtünk keresztül. Hogyan van, egy nyulacska harcol egy rókával, nem tudom. Szépen látszik a napnak a képe, ugye attól függ a mérete, hogy a lyuk kamera milyen messze van a ernyőtől. Azért van két különböző méretű napkép, mert a két kéz nincs egyforma távolságban. Ott is egy olcsó játék, mondhatnánk. Szőrme kabáton, ugye érdekesen görbülnek az árnyékok, illetve jobbra van egy bokor, annak is a lyukain át lehet látni a kivetődő napnak a képét. Iván fényképe. Milyen távcsővel készült? 80x600-as KVCR-D. Igen. Szépen látszik a granuláció, illetve a két a napfolt csoport, meg az egy monopoláris napfolt. Sőt, ha jól megfigyeljük, akkor ugye a napfotóknak a jellegzetessége a peremsötétedés, illetve a holdnak az erős kontúrja, és még a holdi hegyek is kivehetők, hogyha ránagyítunk. Ránagyítsunk? Ctrl plusz? Shift plusz? Első nagyító. Nem jó a felbontása, ez egy lekicsinyített kép. Akkor visszakosz. Azért érezhető. Gondolom a teljes a full felbontáson nagyon jól látszik. De szerintem itt is érezhető ugye a holdnak a rücskös pereme, a holdi hegyek alul pedig a napnak a szép egyenes a perem sötétedéssel. Itt a terasz, ahol gyönyörű napsütés van. Innen fényképeztek. Néha a köd ugye följött, lehet látni, hogy eléri még akár a kékestetőt is. Kustor Balázs fényképe, Sopron Kövesden, egy 100x900-as átalakított ED apóval. A végén egy protuberancia toldatként felszereltek egy PST-nek a vázát, és azzal készítette a felvételt. Hát ha lekapcsoljuk a lámpákat, akkor biztos kontrasztosabban látszik. Itt még egy félbevágott protuberancia is látszik. Igen, így jobban látszik. Itt a nap peremen ugye látszanak ezek, itt egy elválló protuberancia, és a hold, mint hogyha a hold peremből jön neki a holdnak a pereme, félbevágta. Balázs nagyon szép fotót csinált. Hát Garbac István, Romhányi Attila és Ferenci Béla várja a ködnek az elültét Dunaújvárosban a Dunaparton. Kitartóak voltak ők is, és sok helyen még voltak mások is, akik várták, hát ha a felhőzet vagy a köd egy kicsit elvonul vagy szétnyílik. Hát akik nem mentek magas helyre, ugye a nyugati határszél kivételével őnek is sajnos nem volt szerencséjük, mert a nap még a ködön sem mutatta meg magát. Hát ők is több órát álltak kinn a hidegben, nagyon kitartóak voltak, de hiába.
Kerekes Balázs felvétele. Ő a Pilisbe ment föl. Melyik csúcsra? Nem tudom. Dobogókön. Többen is várták, hogy gyülekeztek Budapestről többen, hogy megfigyeljék a napfeljátkozást. Az elején a köd nagyon magasan volt, és akkor egy páran fel is hagytak a várakozással, de a maximum idején, vagy azután egy picivel, ez már maximum után volt, hogy lehet látni a fázisból, akkor egy kicsit elvékonyodott a köd, és megmutatta magát a nap. 10 percig, negyed óráig, ha jól emlékszem, akkor ők tudták figyelni. Így a ködön keresztül nagyon hangulatos, zuzmarás felvételeket lehetett készíteni. Kocsis Anti felvétele egy másik. Jellegzetesen zöld színű a nap. Nem, krómozott üveg. Szerintem ilyen házilag készített, valamilyen üvegre rákrómoztak szerintem. Hozé, Horváth Attila Róbert fényképe, Győri Városháza. Tornyai között a fogyatkozó nap. Győrben ilyen néha felhős volt az idő, néha kitisztult. Egyébként fotók szempontjából a felhő lehet, hogy néha egy kicsit hasznos is, mert hangulatosabb képeket lehet készíteni. Itt vannak a városháza tornyai, a felhőkön keresztül pedig a nap. Ez is Kustor Balázs fényképe, ez ugye látható fényben van, az említett távcsővel, csak most a protuberancia toldat nélkül. És most következnek expedíciós felvételek. Néhányan külföldre menekültek a időjárás elől. Két csoportról tudunk, vagy én legalábbis két csoportról tudok. Az egyik a nagykanizsai amatőr csillagászok, ők Horvátországba, egy közeli Horvátország közepén, ott Zágráb környékén egy 1000 méter magas csúcsra mentek fel. A másik csoport pedig a Teplicki István, Jónás Károly, a Balogh Klára és a Jaroszláv, nem tudom a vezeték nevét, a Klárának a barátja. Ők ugye egészen a Záráig, a horvát tengerpartig futottak, hogy biztosan jó idő legyen és a felhősödést a ködöt kikerüljék. Hát itt néhány felvételt láthatunk tőlük. Egy 80-as ED távcsővel készült, ugye látható fényben, Herscher prizmával, illetve a jobb oldalon pedig egy Lund 60-as, egy 60 mm-es naptávcsővel hidrogén alfába, egy monokrom kép. Tehát a hasonló, ugyanabban az időpontban készült felvételpárok, egyik látható fényben, másik hidrogén alfában. Lesznek majd nagyobb képek is. Igen, itt van a Jaroszláv Simon és a Balogh Klára. Úgy itt van a két távcső, a 80-as ED, meg ez a Lund naptávcső, a két fényképezőgéppel. Ők közvetítést is csináltak, amit az interneten Magyarországon elég sokan követtek figyelemmel, főleg a ködös felszín alól. Hát ugyanaz két felvételpár, ugye azonos időben készült a két fajta távcsővel. Jónás Károly, budapesti amatőrtársunk felvétele, ő is ugye ezzel a csoporttal volt a tengerparton. A távcsővéről nem tudom sok mindent. Ugyanúgy hidrogén alfába készítette, önnek is egy Lund 60-as távcső van, azt hiszem a maximum környékén készült ez a felvétel. Néhány protuberancia látszik a szélén. Itt van a teljes csapat, mögöttük a kb. 1000 méter magas hegység, ami a tengerpartot elválasztja a ország belsejétől. Teplektori jellegzetes testtartásban figyel. Ott sem volt túl meleg, úgy tűnik. Földi Attila a Kékestetőn fényképezte ezeket a képeket. Hát a köd sok helyen, sok képnél ugye szerepet játszott, ez a gajatető, hát látjuk úgyis, hogy a tévétoronytól, és a végén, a napfeljátkozás végén a köd az feljött, és ott is elborította a Kékesnek a csúcsát is. Macó András a Misinára ment föl, ugye ez a Pécs fölött a Mecseknek egy kimagasló pontja,
teteje, az Engőnél azért alacsonyabb. De aztán, hogy Kaposvárról elindult, 9 óra előtt még egy kicsit tiszta volt az idő ott, a ködön keresztül egy pár fényképet tudtak készíteni. Aztán, amikor többen fölmentek, ugye a maximum idején, akkor már a köd elnyelte, illetve azt hiszem, hogy néhány percre talán később kitisztult az idő annyira, hogy valamit láttak a napfotózásból. Ez még 9 óra előtt készült, ugye lehet látni a fázisból. Jól lehet látni, hogy a napátmérő nagyon. Igen, igen, igen. Azt tényleg nagyon szépen látszik. Sánta Gábor felvétele, mondta maximum idején. Tényleg nagyon szépen látszik ez. Ez a nagy kanizsaiak felvétele a maximum idején. Ők fönn voltak Horvátországban egy csúcson. Szabadi Péter, ő is a dobogókön volt, azt hiszem, onnan készített. Ez már maximum után volt, ugye lehet látni a jellegzetes képet. Ez a napkelte Sopronban. Ugye amit a győriek emlegettek, hogy volt egy nagy felhőzet, ezt gondolom, hogy ez lehetett, nálunk nagyon mélyen volt. És szép tiszta volt az idő, és tényleg a kezdetétől lehetett látni. Ez a saját felvételem, gyorsan kiszaladtam a város szélére, ugye a belépést is meg akartam nézni. Én két távcsövet állítottam föl, egy PST-t, ugye hidrogén alfában, illetve egy ED80-as, 80x600-as Skywatcher távcsőbe figyeltem a napot, és arra voltam kíváncsi, hogy a kontaktusok idején, tehát a belépésnél, kilépésnél látszik-e különbség. Ugye az ember a szakirodalomban azt tudja, hogy hidrogén alfában egy kicsit nagyobbnak látszik a nap, ugye ott a kromoszféra is látszik, és valóban egy 10-15 másodperccel hamarabb volt a belépés a PST-ben, amikor már láttam, hogy a nap belépett, gyorsan átment a másik távcsőt, és ott még nyoma sem volt a beharapásnak. Kellett várni egy ilyen 10-15 másodpercet, amivel később kezdődött. Kilépésnél ugyanez megismétlődött, tehát tényleg így volt. Ez a maximum idején, ez a 80x600-asba készített fénykép. Itt pedig hát ilyen fátyolfelhős volt egy kicsit az ég, és a távcsőről levéve a napfóliát lehet látni, hogy hogyan állt a horizonthoz képest a fázis. Érezni lehetett egyébként a lehűlés, tehát hogy kisebb a napnak az ereje, bár hát ugye mivel tél volt, mínusz néhány fok volt, mínusz 5 fok talán, annyira nem volt markáns ez a hőérzet, ugye amikor nyári meleg van, és akkor egy kicsit lecsökken a napnak a besugárzása, akkor azért az jellegzetesebb, de így, hogy 10-15 fok magasan van a nap, olyan túl nagy különbséget nem lehetett érezni. Hegyhátsári felvétel, Horváth Tibor és Pócek Antal készítette a maximum idején. Kustor Balázs felvétele, a műszert már ugye az előbb elmondtam, nagyon jól sikerült kép. Szalai Péter Szombathelyen nézte egy 10 emeletes háznak a tetején, illetve társaival. Itt látunk néhány jellegzetes képet kivetítve, binokulárral, távcsővel, kormozott üveggel, egy csoportkép, és a füstös város. Lent. Kovács Attila Győr mellett figyelte a napot, az első képen egy naposzlop látszik, illetve a napfotózásnak különböző fázisai. Kovács Attilának a maximum idején készített képe. Ez pedig Iváns Cipsa. Nagy Kanizsai Amatőr Csillagász Egyesület ugye felszaladt erre a hegyre. Több mint 1000 méteres, ők már hajnalba oda mentek. Szép derült idő volt. Nekik is egy sorozatkép a napfotózásnak a menetéről. Jónás Károly képei, ugye ők a tengerparton voltak. Majdnem 1000 kilométert mentek. Sipőc Brigitta felvételő Angliából, hogy ott a maximum idején kelt a nap. Egész Angliában szinte borult volt az idő, de így a felhők között ezt a hangulatos képet készítette. Valamilyen csillagászati intézetben dolgozik, és ott a rádiótávcsövek környékén készült ez a kép. És hogyha eddig elérkeztünk, akkor
van néhány videó, amit szívesen megmutatok. Győrben készült, a Pete Gabiék készítették. Mondasz róla valamit? A következőt Attila tette fel a YouTube-ra. Itt van. Viszont én nem tudom, hogy ezt kikészítette és hol. Ez is győri. Én nem tudom neked mondani, hogy ezt kikészítette és azt is, hogy hol. Ez a Győri Egyetemi Csillagvizsgáló tetejét készült, csillagvizsgáló mellett a tető. Nem más, mint a Polaris TV által használt Canon HD20-as kamerának a maximális zoomja. Egy egyszerű állókamerás kép, letettem a tetőre egy állványt, és így hagytam néhány percig. Amit látunk, az a általában is említett felhő, ami részben megkeserítette az életünket, viszont így lehetővé tette azt, hogy az egyszerű kamerával mindenféle szűrő nélkül készítsük ezt a felvételt. Gyakorlatilag így láttuk, mint ahogy a kamera látja. Aha. Közben elmondom, hogy ugye napfogyatkozás nem csak arra, hogy az amatőr csillagászok kivonuljanak és figyelik a fogyatkozás menetét, hanem bemutatókra, nagy közönségnek is nagyon jó alkalmat jelent. Nagyon sokan készültek az országba, iskolákban, ugye pont tanítás volt, már ez egy keddi nap reggel volt, hogy reggel 8-kor kezdődött a napfogyatkozás. Jó alkalom lett volna, vagy volt is a bemutatókra. Hát sajnos sok helyütt ugye a köd az meghiúsította a megfigyelést. Győrben voltak bemutatók, amiről tudunk, Szombathelyen a Tanárképző Főiskola, vagy most már Nyugat-Magyarországi Egyetemnek a karán, ott van egy bemutató csillagvizsgáló. Ott volt bemutató ugye a hallgatóknak, Sopronban, az Orsolya iskolában, akkor a Kresszpaknál több helyen is ugye az amatőr csillagásztársaink kivonultak és bemutatókat tartottak. Meg hát ahol egy kicsit derült volt az idő, Hegyhátsálon is voltak érdeklődők. De hát az ország nagy részén ugye sajnos ez nem sikerült, pedig tényleg nagyon jó alkalom lett volna. Sok iskolában készültek, tehát nagyon sok felől hallottam, hogy kivonultak, ott voltak. Hát közben várták a köd elültét, elbeszélgettek közben azért csillagászatról, de az lett volna az igazi, hogyha szép tiszta idő van. Itt a Polarisban is gondolom készültetek rá. Érdeklődők jöttek? Jöttek. Voltak sokan? Nem kérdezték, hogy a távcső az nem lát át a nap a felhőkön? Megírtam a rovatban, nem olvastam is. Elolvasom. De a közönség se tudja, mesélj róla. Megírtam a rovatban, a rovatvezető még nem olvasta a rovatát, vagy elfelejtette. Hát itt a Polarisban itt voltunk kicsit többen, mint most. Nagyon szomorú, nyomorúságos idő volt, csupa depressziós ember. És hát mit lehetett tenni? Telefonálgattuk a körbe az amatőrtársainkat, hogy ki mit látott. Interneten nagyon jól lehetett követni, a Leonidák listán nagyon jól lehetett követni az eseményeket. Aztán hát jöttek a tévéstávok. Aznap délelőtt 5 tévéstáv volt, és folyamatosan nyilatkozás, meg pozitív arckifejezéssel mondani a nagy semmit. Szóval lehangoló volt, ugyanakkor meg jó volt látni azt, hogy szerte az országban, főleg nyugaton, meg magasan sok mindent láttak az emberek, és szép dolgokat küldtek aztán később. Majd nem tudom, utána majd lehetne, hogyha te befejezted az előadást, egy kis kommentár ezzel a videóval kapcsolatban? Aha, most is lehet. Be kéne lépni a csatornámbanhoz. Ja, jó, akkor beléphetsz, mert utána én arról fogok mesélni, hogy mi várható a jövőben.
mert a statisztikát szeretném megmutatni az aznapi, tehát a videónak a statisztikáját, egy érdekes dolgot ezzel még kapcsolatban. Mutatok akkor még egy videót, jó? Ez pedig Sopron mellett, Harkán, az élő Gergőik készítették, egy ilyen felgyorsított videó, mi ez magyarul? Animáció. Hát, majd a végén ki lesznek írva a technikai részletek, ők végigkövették a napfogyatkozást, azt hiszem, hogy 5 vagy 10 másodpercenként tettek be egy képkockát, egy EQ halos mechanikán követte szépen a napot, és lehet látni a menetét egy kicsit felgyorsítva. Maximum. Nagyon gyorsan elment egyébként, tehát a maximumnál, mint hogyha fölgyorsult volna a Hold. Ez a be- és a kilépésnél is nagyon látványos volt, hogy hol még milyen nagymértékű a fogyatkozás, és egy fél perc múlva a Hold már le is vonult a napról. Tehát nagyon gyors volt a változás, az ember figyelte a távcsőben. Meglepően gyors. Akkor utána. Jó, akkor előadás második részében beszéljünk arról, hogy fogyatkozás téren mit várhatunk a jövőben. Idén szerencsére lesz két teljes volt fogyatkozás, ami ugye 2010-ben nem volt. Az első nagyon jó időpontban, ugye a nyár közepén, június 15-én lesz látható, ráadásul kora este, és majdnem centrális holdfogyatkozás lesz, azaz a Hold teljesen a umbra közepén fog keresztül menni. Majdnem. A holdfogyatkozás egyébként főképp Ázsiából látszik, tőlünk is látszik egyébként a totalitásnak a része. Ugye majd a következőn látjuk az időpontokat. Annyit kell tudni, hogy június 15, az azt jelenti, hogy ugye a nap éppen napforduló idején van, vagyis a Hold nagyon mélyen lesz a Skorpió csillagképben, viszont a Tejútban fog tartózkodni. Hát ez szinte minden fotósnak az álma, hogy a holdfogyatkozás idején a Hold az mélyen a Tejútban legyen, nagyon sok csillag előtt, nagyon látványos felvételeket lehet majd készíteni, ugye a Tejútban trónoló, vöröslő Holdról. Következő képen látjuk is, hogy hol látszik a holdfogyatkozás. Ugye a fehér részen a teljes holdfogyatkozás végig követhető. A P1-es vonal jelenti azt, hogy a Hold ugye ezeken a részeken kell, amikor a penumbrába belép, és Magyarországnak, hogyha követjük, akkor az U1 idején, vagyis a belépés a teljes árnyékban, ami 18:22 UT-kor lesz, akkor kell a Hold. Tehát pont amikor a részleges fázis elkezdődik, és mire a teljesség bekövetkezik, ugye, ami az U2 és az U3 között van, akkor ugye már Nyugat-Európában kell a Hold, akkor nálunk már bőven horizont felett lesz. Annyira sötét ugye nem lesz, mert hát a napforduló idején azért a szürkület az eltart elég sokáig. A Hold se lesz túl magasan, ugye elég mélyen, tehát van jó déli horizonttal rendelkező észlelőhelyet kell keresni, de biztosan látványos lesz, ahogyan a Skorpiónak a keleti felén a Hold fog tartózkodni és vonul át az umbrán. Ez lesz a nyári, és hogyha júniusban van egy holdfogyatkozás, akkor lesz egy decemberben is, 6 hónappal később. Ekkor már a Hold
ugye pont az átellenes oldalon a Bika csillagképben lesz. Ilyenkor hamar nyugszik a nap, ez egy kora délutáni napfeliratkozás, ugye látjuk is, hogy 14 óra 32, tehát 14:30 UTC-kor van a közepe. De azért tőlünk látszani fog ismét a vége, annyira nem jó, mint a nyári, viszont a hold meredeken fog emelkedni a horizont fölé, tehát elég magasan lesz, amit látni fogunk. Ugye itt azt látjuk, hogy a Magyarország területén az U2 és az U3 között kell a hold, tehát teljes holdfeliratkozásban fog fölkelni a hold a horizonton. Hát ha szép tiszta idő lesz december 10-én, akkor biztosan látni fogjuk, ahogyan a vörös hold fölkel a horizonton, még vörösebb lesz, mint ahogyan szokott lenni. Hát sajnos ugye az U3, azaz 3-4 órakor, tehát elég alacsonyan lesz még, amikor elkezd kijönni az umbrából, tehát valószínűleg olyan képeket fogunk csak látni, ahogyan a horizont fölött lévő hold éppen véget ér a teljes holdfogyatkozás. De hát legalább ennyi jut nekünk, majd merészebbek azok elutazhatnak. Vagy északra, ugye látjuk mondjuk Finnország északi részéből a teljes holdfogyatkozás látszik, a sarkkörön túl, mert ugye december van, tehát ott fönn lesz a hold, vagy hát Ázsiába kell menni. Közel is van. Hát nem kell, észak-kelet felé. Hát most akár még itt a balti országokból is, az nincs olyan messze, és ott már teljesen végig lehet majd látni. Fölmegy az ember északra. Napfogyatkozás terén ugye mit várhatunk a jövőtől? Hát sajnos most 2011 után egy elég hosszú szünet következik. Egészen 2015-ig nem fogunk látni semmilyen napfogyatkozást Magyarországról. Ha csak nem utazunk el távolabbi vidékre, elég távolra kell. A következő részleges fogyatkozás, ami körülbelül 50-60%-os lesz, az 2015. március 20-án lesz látható. Ez egy teljes napfogyatkozás. A geometriája az hasonlít ugye a mostanihoz. Ugye a hold, vagyis az árnyék kúp ugye észak felé fog vonulni, de most el is éri a föld felszínt. Hát itt fog belépni, valahol Grönlandtól délre, és ugye elég hosszan és elég alacsonyan fog látszani, hát körülbelül egy óra alatt végig is fut a földnek a felszínén. Elég hosszú az árnyék, ugye lehet látni jó hosszú ovál, 9 óra 45 körül, világidőben is nagyon alacsonyan. Tehát hogyha valaki oda elutazik, Skócia és Izland közé a tengerről, akkor onnan egy elég rövid napfogyatkozás lesz, és elég alacsonyan, tehát kb. 5-10 fok magasan lesz csak a nap. Hát Magyarországról már akkor reméljük, hogy márciusban a köd az nem akadályoz minket. És egy mostanihoz hasonló fogyatkozást fogunk látni. Igen, ezt sikerült elmondanom. Be is kell kapcsolni? Igen. Vagy megy magától? Vége? Hát, ha gondolom, akkor vége. Még egy-két képet vetítettem volna. Az, hogy pont megmarkoltam itt a kapcsolónál, hogy megfogtam az oroszlót. Hát a PEC sorozat 2015 után is folytatódik, utána is évek telnek el, anélkül, hogy mi akár csak részleges napfogyatkozást is lássunk. Egészen 2020-as évekig, aztán 20-as években azért már jobb időszak következik. Ez a 2010-es évekhez hasonló lesz a 80-as évekhez. Akkor is azt hiszem, hogy 1983-84 után, akkor volt egy májusi fogyatkozás, utána jelszó. Polaris. Kisbetűvel? 8-10 évig nem is láttunk fogyatkozást, 90-es évek elején is volt egy nagyon pici kismértékű. Szakad, ha vannak ugyanattok képek.
Igen, itt tartottunk. A következő, amire valószínűleg sokan készülnek, igaz, hogy Európából nem látszik, de az Egyesült Államokon keresztül húzódik, 2017. augusztus 21. Ugyanis sokaknak föltűnik az időpontnak a hasonlósága, ez a 1999. augusztus 11-én nálunk látszott napfogyatkozásnak a párja, és a száros ciklusban a következő fogyatkozás. Ugye eltelik 18 év és 11 nap, vagy 10 nap, szökőévektől függően, meg még egy harmad, a Föld még egy harmadnyit tovább fordult, és ugyanazt a napfogyatkozást fogjuk majd látni. Hasonló másfél perc, vagy két és fél perc? Két és fél percnyi hosszúságban. Túl sok minden nem fog változni, csak a Föld elfordult egy kicsit, és a Hold és a Nap ugyanoda került egymáshoz képest. Úgyhogy irány Amerika. Hát Magyarországon látszik itt még egy napfogyatkozás, ez 2021-ben lesz. Ez a következő részleges napfogyatkozás, nem lesz túl nagy mértékű, olyan 10%-os. Aztán 2022. október 25, akkor már egy nagyobb részleges fogyatkozás látszik majd. De amire nagyon sokan várnak, hogy ne kelljen a Föld másik felére utazni ahhoz, hogy teljes napfogyatkozást láthassunk, 2026. augusztus 12. elég elmenni Spanyolországig, és napnyugtakor egy szép teljes napfogyatkozást fog látszani. Elég hosszan. Aztán alig várunk egy évet, 2027. augusztus 2, pont egy évvel később, ugyancsak teljes napfogyatkozás, Észak-Afrikán, Gibraltáron keresztül vonul. Addigra mostani események is lecsendesednek valószínűleg, és biztonságos lesz Egyiptom. Utazánk szerveznek. És hogy milyen jó a spanyoloknak, még ugyanabban az évben, 2028, nem, egy évvel később, tehát három év alatt három napfogyatkozás, három centrális napfogyatkozás, egy gyűrűs napfogyatkozás ugyancsak Spanyolországban vagy Gibraltárban megfigyelhető lesz. Ez Magyarországon ugye nem látszik, és vége van. Tovább nem mondom, mert tovább nem... Nincs értelme. Nincs értelme, igen. Most Attila fog beszélni még valamiről. Van még, ezt nem, nekem ez nem volt meg. Akkor ezt kell ám dugnunk? Meséltünk, hogy amikor itt üldögeltünk sokan, sokat magunkkal, meg a szakkörösökkel, és szomorkodtunk, akkor például ezt az ábrát nézegettük irigykedve, és szerintem Sanyi jobban tudná kommentálni, hogy Umeában, odafönt északon, Svédországban miért volt olyan érdekes a lefutása, lefolyása? Sehol semmi. Hát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a világűrben van egy árnyék kúk, és a Holdtól a föld irányába egy nagyon hosszú kúp, és ugye az egy gömb alakú földet érint valahogyan, hogy a centrum az nem került a föld felszínre, ugye itt északon elhaladt, és magának ez az árnyék kúp, ugye, ahogy a föld gömbre vetül, így vonul, tehát valahol itt van ilyenkor. És ezért akik itt északon vannak, ugye azoknak egy gyors lefolyású, tehát amikor odaért maga az árnyék, ugye fölkelt a nap,
mindig azt is figyelembe kell venni, akkor ez a geometriai forma alakul ilyenkor ki. Úgyhogy mutatja a napkelte vonalát, ez igazából a napkelte. Ugye ott a horizonton megy itt végig a nap, ott látszik, és ott pedig már napnyugta lesz. Ugye azok a görbék, amiket én ugye mutattam, azok itt látszódnak. Szerintem jó szemléletes ábrán. Nem ezt akartam igazából beadni. Polaris Honlapnak az admin felülete. Hol is vagyunk? De igen. Tehát ugye láttuk ezeket a napfogyatkozás videókat, és volt egy nagy kitörés. Nekem van egy csatornám a YouTube-on, most már több mint 2 éves, és a Győri Csillagvizsgálónak a videó felrakáshoz ezt a flare csillagszerű produkciót mutatta. Hát itt nem nullán van a nézettsége ennek a csatornának, de amikor felkerült a videó, akkor aznap felment 4500-ra, ami máskor több mint egy hónap alatt szokott beesni. Na most ezt a statisztikát azért is mutatom most itt, mert ugye ez egy nagyon népszerű videó megosztó, aminek aki használja, tudja, hogy hogy néznek ki fent a videók. Aki pedig gyakran használja, vagyis van neki csatornája, akkor mindenféle statisztikákat tud megnézni. Itt például az elmúlt 2008. október 3-tól, regisztrációtól kezdve itt mutatja a csatornának a nézettségét. Hát volt egy-két ilyen 500-as csúcs, és egy ilyen hiper-szuper-turbó kitörés pedig most volt január 4-én. Hát lehet látni, hogy volt valami felfutása, nagyon nagy csúcs, aztán szépen ellanyhulva, azt mondhatjuk, hogy kicsit magasabb érdeklődéssel folyik tovább a dolog, olyan, mint egy igazi napfogyatkozás esetében is, amikor a harmadik kontaktusnál az emberek eldobálják a szemüveget, és mennek haza vagy a kocsmába, de már nem érdekli őket. Na most voltak itt még más érdekességek is, hát itt ez a sorrend ebben az időszakban, körülbelül egy hónapos időszak, teljes napfogyatkozás Kínában, hát ez egy több mint egy évvel ezelőtt felrakott ilyen reklámvideó, amit nyilván az emberek kamura megnéztek. Aztán a szombathelyi napfogyatkozás videó, ami szintén most került fel, és végül egy 2003-as, az a híres napfogyatkozás, ami napkeltekor kezdődött, annak a videója volt itt. Itt pedig azt látjuk, hogy milyen fokú érdeklődés, tehát mikor hagyták abban a nézést az emberek. Hát ebben az esetben a szombathelyi napfogyatkozás videó a nyerő, és hát még mindig vezet, tehát jól meg van csinálva a Csillagászat Nemzetközi Éve című reklámvideó, ami már több mint 2 éves anyag szerintem. Nézzük meg még egy pár érdekes dolgot. Hát itt megint a megtekintéseket láthatjuk, a százalékokat, hogy milyen a sorrend. Gyakorlatilag csak Magyarországon nézik. Itt azt, hogy milyen módon jutottak el a videóhoz. Nincs linkajánló és beágyazott lejátszó. Tehát valamifajta honlapokon ezt beágyazták, és azért is nézték. YouTube keresés, kapcsolódó videó, de hát ezt végig lehet böngészni, hogyha valakit érdekel. Na most engem nagyon érdekelnek mindig a demográfiai adatok. Ez itt most 11.500 megnézés alapján alakult így ki. Ahogy itt a teremben is láthatjuk, a nőknek az aránya 22%. Ugye érdekes, kicsi a mintavételezés, de nagyjából megfelel a trendeknek. Itt a korosztályok megosztását én 45-54 év közötti vagyok. Lehet, hogy az ízlésem is tükröződik abban, hogy kik látogatják leginkább ezt a csatornát. Jó részt lehet látni, hogy majdnem a fele, 45% az a saját generációm. A nagyon fiatalok kicsit talán jobban érdeklődnek iránta, utána pedig lanyul az érdeklődés. Na most ez mindenkire vonatkozik, de a nőkre különösen nem. Itt például nincs meg ez a korosztályi csúcs. Talán mert elveszték az érdeklődésüket. A női kortársaim, a csillagászat iránt, vagy más dolguk van. Tessék? Hát meg van a horoszkóp a nőklapjában. Nem tudom, itt most a jelenlevő hölgyeket kéne megkérdezni, mert ők szakértőbbek ebben a kérdésben talán. Hát ez mindenki tagadja, de én se. De csak vicceltem. Hát. De csak egy érdekesség. Közösség. Itt lehet látni, Magyarországon 89%, Románia 3,7%,
Egyesült Államok ugyanakkor a magyar népessége vagy érdeklődés szállít, mint Románia, és utána elenyésző kis százalékok vannak. Úgyhogy a legmegnyerőbb videók, hát itt a szavazások alapján. Ez elképesztő, az ember nem is tudja, hogy milyen fenének vannak ezek itt, de hát nyilván szakemberek tudják ezt megfelelőképpen interpretálni. Na, szóval volt egy jó kis kitörése ennek a dolognak, mert hát nagyon szépen leképezi a napnak az eseményét és történéseit. És hát mindenkit szeretettel várunk, vagy várok a Távcsajok Világa című csatornán, ahol most éppen a Cica, aki szerette a Holdat című mese megy. És ezzel köszönöm is a figyelmet. Szémrakás tetején volt egy régi mosóteknyő, telerakva mindenféle újsággal. Onnan nézte a Cica a Holdat, hogy milyen barátságosan ücsörög a keskeny kamra ablak legfelső törött üvegén. Na most akkor ebben a mesében van egy főszereplő, aki nem a Cica, hanem Kulin György. A mese vége felé belép a képbe Kulin György, akit igazából a Cicát eligazítja, hogy hogy is van a Holdnak a fényváltozása. Első, stb. Első négyet, telehold és így tovább. De ez egy 8 perces mese. Meghallgatjuk, gyerekek? Persze. Jó van. Tehát a Cica keresi a Holdat. A nyugati erdők sűrűjében. Hová lett, kérdezte a Cica. Mindenki tudta, hogy a Holdat keresi. Alszik, felelte az anyja. Aludj már te is, nekem dolgom van az éjszakával. A Hold majd holnap újra benéz az ablakon. A Hold? Mondta a Cica. A Hold, felelte az anyja, s egy kis időre otthagyta a kölykeit egyedül. Hold, ismételte a Cica. Mi a Hold? Senki sem ismerheti nálam jobban, örvendezett a vén viharlámpás, hogy újra elmondhatja, mit tud. Én szoktam kisegíteni. Sokszor elfogyott a fényes, olyankor mindig én világítottam az éjjeli őrnek az udvaron. Igen? Nézte a Cica a viharlámpást, akiről az a hír járta, hogy nagyon-nagyon messze, Kínában látta meg a napvilágot. Igaz, ezt is csak ő mondta saját magáról, de el kellett hinniük, mert jó kedvében néha valóban különös, ismeretlen dalokat énekelt. És másnap éjjel, amikor újra feljött a Hold, s egy kicsit odaült a kamra ablakába, a törött üveg helyébe, a Cica nem tehetett mást, állandóan a Hold. Aztán egy darabig mással volt elfoglalva. Talán borongós, felhős éjszakák jöttek, s nem rajzolódott ki tisztán a sárga teli Hold, de egyszer arra figyelt fel, hogy nagyon sötétnek tűnik a felhőtlen, csillagos éjszaka. Hol a Hold? Kérdezte a Cica. Nem felelt rá senki. Hol a Hold? Kereste újra. Elgurult, felelte neki félig tréfásan, félig komolyan a mosóteknyő. A Hold nagy, szép, gömbölyű szagos szappan volt, és kicsúszott egy kisgyerek szappanos kezéből. Borzasztó, ijedt meg a Cica. Én már majdnem elértem, dicsekedett a kettős létra. Igaz, ő is akarta, mert egyre lejjebb ereszkedett hozzám. Aztán mégis elgurult, igazolta a mosóteknyőt. Azóta nem láttam. Merre felé gurult? Kérdezte a Cica. Azt mondják, szólalt meg egy öreg kertiszék, akinek régen megígérték, hogy befestik újra szép fehérre, hogy egy frissen festett kertiszékben ül a hatalmas tenger közepén egy örökké zöld pici szigeten. Merre? Kérdezte a Cica. Ajaj, szólalt meg a régi kémény, aki már el is felejtette a füst szagát. Én el sem látok odáig. Beszéltek ti itten tücsköd bugarat. Mérgelődött a 10 literes befőttes üveg. Befőzték, üvegbe tették, lekötötték, kész. Bolond, szólta el magát egy egér a ládák alól. Ahogy nem ennivaló, és nagyon kemény. Még én sem bírtam elrágni. Hú, figyelsz el az anyamacska. Hogy is volt? Az egér egy fél holdért sem szólalt volna meg. Szitta magát a vigyázatlanságáért. Hogy is volt? Szeretnéd? Majd, ha bolond volnék. Nincs Hold, magyarázta a régi kaptár. Nagy sárga viasz volt, felolvasztották, lépet préseltek belőle. A méhészek keretekbe illesztették, a keretekkel telerakták a kaptárakat, és a méhek azóta is hordják bele a mézet. Igen, már ki is pörgettem, mondta a kékre zománcozott kézi mézpörgető. Hát akkor most mi igaz az egészből? Hová lett a Hold? Sírt a Cica. Sose látom többet. Ne higgy nekik, figyelmeztette a törött ablak. Kinek higgyek? Kesergett a Cica. Nekem, mondta bizalmasan a törött ablaküveg. Én látok ki legjobban, nem igaz? A Cica bólintott.
A hold elveszett. Egyszerűen elveszett. Majd valaki megtalálja, aztán újra itt lesz. Már volt ez így, emlékszem rá. Állította. Majd valaki megtalálja? Ámult el a cica. Az nem lehetnék én? Te, csodálkozott az ablak. De már csak bámulhatott a cica után, aki szélsebesen kisurrant a négyszögletes lyukon, amit a macskák számára vágtak a kamra ajtaján. Közben a csillagok fénye is eltűnt az égről, reggel lett. Merre induljak? Töprengett a cica. Hátrafelé is mehetsz, szólt hozzá az egyik autó az udvaron. Kapcsolj rükvercbe. Mit csináljak? A cica tanácstalanul leült a ház sarkánál. Én meg akarom találni a holdat. Hogy kezdjem el? Természetesen jól meg kell alapozni, ajánlotta a ház. Természetesen, hagyta rá a cica, és akkor a ház ajtaján kilépett egy férfi. Talán ő többet tud, gondolta a cica, és oda ment hozzá. Én a holdat szeretném megtalálni. A férfi lehajolt és megsimogatta. Már régen festettem holdat, mondta kedvesen a férfi, aki festő volt. Tudod, egy bizonyos idő után ez egyszerűen lehetetlen. Mint ahogy téged sem festhetnélek már le. Bár szép kis cica vagy. Ó, emlékezett a festő. Gyerekkoromban festettem utoljára holdat. Kimentem a folyópartra éjszaka, hogy minél élethűbb legyen. Ráfestettem a vasúti hidat is a marccal fölé. Aztán a szomszéd kislánynak adtam, aki ma is őrzi. Tudod, a gyerekek nem felejtenek. Tudom, mondta a cica, és magában azt gondolta, én sem felejtettem el a holdat, és meg fogom találni. El is indult, szinte egy kisfiúval együtt, aki iskolába ment. Én meg akarom találni a holdat, mondta neki. A csillagos égen? Kérdezte a kisfiú. A csillagos égen, mondta áhítattal a cica. Egyszerű. Menj el te is az Uránia csillagvizsgálóba. Az ott a Gellért hegy. Látod? Sánc utca 3B. Keresse dr. Kulin György csillagász. Tudomásom szerint ő szereti az állatokat is. A kisfiú kicsit mosolygott, és az utat is elmagyarázta. A cica elismételte háromszor. Dr. Kulin György csillagász, Sánc utca 3B. Végre valahára tudom, hogy merre kell mennem. És akkor már valahogy látszott rajta, hogy ő a cica, aki meg akarja találni a holdat. Vigyáztak is rá az emberek. Ha úton ment át, az autók lefékeztek, hogy el ne üssék. És mindenki engedte útjára. Elvégre ő tudja, mit akar, hova akar jutni. Senki sem fogta meg, de nem is hagyta volna. Ment, ment, egyenesen a Sánc utca 3B-be. A holdat akarom megtalálni, mondta kertelés nélkül dr. Kulin György csillagásznak. A holdat? De macska, nevetett a csillagász. A hold elfogyott. És bólogatott titokzatosan. Úgy. Elfogyott? A cica kétségbe esett. Elfogyott, gondolkodott a csillagász, de látom, nagyon szeretnéd megtalálni. Nagyon. Jó, sóhajtott a csillagász. Most szépen hazamész, igen? Igen. És el nem mozdult a kamrából egy tapottat sem. Aztán egy éjszaka először csak egy kis sávja látszik majd a holdnak, aztán minden éjjel több, egészen addig, amíg teli hold lesz. Aztán újra fogyni fog, és megint eltűnik. De mindig visszajön. Megnyugodhatsz. Amikor a cica szerencsésen a ház sarkához ért, egy nagy madártól lengedezett előtte a levegőben. Utána kapott, aztán feldobta újra. A hátára feküdt, úgy markolázta, ugrándozott és hempergett vele. A kamra törött ablaka csak nézte. Na, megtaláltad a holdat? Meg, felelte a cica. Majd meg fogjátok látni. Ez egy PR mese volt. Háromszor is elhangzott, hogy hova kell menni. Kedves gyerekek, jó éjszakát kívánok! Jövő héten Barta Lajos bácsi fog nektek mesélni. A 160 évvel ezelőtt találták fel ugyanis a távcsőtükrének az ezüstözését. Foucault volt az, aki feltalálta, és ebből az alkalommal egy tükrös távcsőtörténeti visszatekintés és előadás lesz. Tehát Barta Lajos fog mesélni nekünk. Most pedig köszönjük Szabó Sanyi bácsi mesélését. Kedves gyerekek, van-e kérdés a mesélőhöz? Nem mernek kérdezni.
minden világos és érthető. Ez a három fiatal legény. Akkor köszönjük még egyszer.